Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben én megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Vasas elleni 2 pontos győzelemmel indították a szezont a Kék Cápák. A Kossuth Gimnáziumban tartott élménybeszámolót Kovács Rihád. Elkezdte a bajnokságot az Akvaesi OB2-es férfi vízilabda csapata. Fiatal vívókkal találkozott az olimpiai ezüstérmes Gémesi Csanád. Vasárnap a Szolnokot fogadja a Zsiráfok Kossásuli Nyíregyháza. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák az NBB piros csoportjának nyitó fordulójában 74-72-re verték a Vasas Akadémia csapatát. Nehezen lendültek játékba a csapatok, 5 perc után még csak 5-6 állt az eredményjelzőn. A negyed végére a hazaiak 11 pontos előnyt szereztek, amelyből 10-et a második negyed elején el is adtak. A Vasas a vezetést is átvette, a nagy szünetre már 8 pontos vendégelőnnél vonultak le a játékosok. Fordulás után is a végig letámadó fővárosiak uralták a játékot, a Cápák 13 pontos hátránynál kezdték el a felzárkózást. 58-58-nál érte utol ellenfelét Merin Mehmedovics együttese, amely a vezetést is átvette, és végül a kiélezett végjátékban 2 ponttal meg is nyerte a szezon első bajnoki mérkőzését. Az, amit csinált a Vasas ellenünk mai meccsen, ez nem mindennapi dolog, hogy a ligában valaki 40 perc letámad, és a bontja a játékuk, hogy nem tudunk, szenvedtünk, de a legfontosabb dolog, hogy a másik felidobó, felveszünk a harcot újra, és bíztunk, hogy nyerni tudunk. Ez a győzelem egy nagyon fontos győzelem bajnokság szempontjából, mert én még mindig mondom, hogy a legbiztosabb meccsek, ami lesznek, és gondolj, nyerni fogunk, lehet, hogy nem lesz így van, és a legnehezebb meccsek lehet, hogy nyerni fogunk, ez a fiatal csapatnak a feljutásnak a része. Soha nem lehet tudni, mit, mikor igazán lesz. Készültünk mi is, készültek ők is. Volt periódus, amikor mi jól játszottunk, akkor utána jött. Tipikus első bajnoki meccs, és én örülök neki, hogy abszolváltunk győzelemet, mert ezt a győzelemet nagyon fontos dolog. Látni fog 10 forduló után, mennyi fontos volt ez a győzelem. A kulcsemberektől a második fél időben kezdtek el jönni a pontok, nekik is kellett 2 negyed, hogy felvegyék a ritmus, vagy egy picit bennük is volt még feszültség. Nehéz van ezt a U20 szabály, és akkor nehéz ez kombinálni, mert nekünk van ezt a kulcsjátékosok, mondjuk 3 vagy 4, és akkor utána, mikor jön egy ilyen meccs, ahol a rutin kell letámadás ellen, és akkor higgadtan kell játszani, és vállalni az helyzetek, amikor vállalni kell, itt fiatalság nem tud segíteni, itt rutinos dolog jön ki. Örülök neki, hogy fizikailag nagyon jó vagyunk felkészülve, és Simon, vagy Bendi, vagy Izsi, vagy nem tudom ki volt a pályán most, ez a rutinos játékosok bírták a 40 perc, és nem volt különbség, első perctől 30-dik aktívok voltak, és dobálták hozzá, amikor kell. Simi bedobott saját szokásos, amire várunk tőle, de mi gyakorolunk is. Izsák kezd játszani normálisan. Én csak tudok mondani, hogy gratulálok Vasasnak. Vasas ez egy ilyen csapat, és ők egész bajnokságban így fogják játszani. Szerintem egyik csapat, aki velünk fogja hajtani ugyanaz eredményre, mint mi. Mondtam még egyszer, nehéz helyzetbe visszajöttünk, és ez nagyon pozitív dolog. Valószínűleg Kaposváron sem lesz könnyebb meccs, hogyan utazok, milyen elképzelésekkel? Hát készülünk most egy győzelemen zsebben, ez most sokkal könnyebb utazni, sokkal könnyebb készülni. Kaposvár ez abszolút favorita ez az éven, és én szerintem amennyi ez pályán hajtás és igazolás, annyi ez pályán kívül is hajtás, hogy ők lennek a következő A-liga csoport. Én nekem semmi ellenem, mert igazán is ez egy kosabda város, nagy hagyománya van, de biztosan nem menjünk oda, hogy ők nyernek.
készülni fogunk, meglepetés lesz, ők a kicsit öregebb csapat, rutinosabb csapat, mint a Vasas, és szerintem nem fog ilyen ritmuson játszani, sokkal könnyebb fogunk játszani a Kaposváron, nehéz lesz, mert ez egy igazán jó csapat, nyomás alán újra kell játszani, de várok is pozitív eredményt. Megvan a győzelem, az első meccsen ez a legfontosabb, az első negyedben nagyon jól játszottatok, legalábbis a második félben, aztán egy még gödörből ökte magát a csapat, amiből a negyedik negyed közepére sikerült kihúzni magatokat. Te hogy élted meg a meccset a pályán? Nagyon hullámzó volt, az első negyed úgy sikerült, ahogy szerettük volna, a második meg pont nagyon nem. Úgy mentünk be az öltözőbe, hogy azt hiszem mínusz 8 volt közte, próbáltuk tüzelni magunkat, és hát a csapat megmutatta, hogy van szíve, és hogy bármikor tud nyerni, akár mínusz 10, mínusz 8 ide vagy oda, és hát szívvel ezt most megnyertük. Az első félidő másik félben úgy tűnt, sőt talán még az első egy részében is, egy picit feszültek vagytok, idegesek, kapkodtok, mondjuk az ellenfélre is igaz volt, volt benne valami, hiszen ez volt az első meccs. Egyrészt igen, ez volt az első meccs, másrészt pedig fiatalok vagyunk, nem csak a maga a fiatal posztosok fiatalok, hanem akár az idősebb játékosok is. Ugye Bendi az egyedüli 2000 előtt született, benne van, hogy ilyenkor stresszelnek a többiek is, meg én is akár, de hát ezen át kell lendülni. Az utolsó edzőmeccsen 7 triplát emeltél be, itt nagyon figyeltek rád a meccs első felében, aztán a hajrához közeledve elkezdtek jönni a hármasok, így érezted te is? Igen, így. Igazából helyzetem sem volt, meg nem akartam erőltetni sem, az sem a csapatnak, sem nekem nem jó, hogyha erőltetem. Próbáltam a csapatjátékot előtérbe helyezni, aztán amikor volt helyzet, akkor emelni, és hát most így sikerült, hogy a utolsó végére bementek. A következő mérkőzés Kaposváron lesz, ugye a tavalyi átcsoportos csapatról van szó, azért gondolom jobb így egy győzelem oda utazni, milyen meccsre számítasz? Brusztolós, ennél sokkal brusztolósabbra még ennél is. Remélem, hogy ezután nem fogunk stresszelni annyira, és oda megyünk és harcolunk ugyanígy szívve. A második forduló további párosítása a következő, Salgótarján BKG Prima Akadémia, Jászberény Dávid Kornél Akadémia, TF Budapest, Deac U23, Vasas Akadémia, MEAVC és FOT Újbudamavc. Az olimpiai 5. Kovács Vihár volt a nyíregyházi Kossuth gimnázium vendége. Az NVSC Big Boxing ökölvívója tartott egy kis bemutatót, majd a párizsi olimpián szerzett élményeit osztotta meg az intézmény diákjaival. A Magyar Olimpiai Bizottság által szervezett rendezvény vendége, hogy itt a Kossuth gimnáziumban mennyire szaporodtak meg az olimpia óta hasonló meghívások? Igen, az olimpia után nagyon sok meghívásom van, és örülök neki egyébként. Nagyon bízom benne, hogy a fiatal tanulóknak megfelelő motivációt tudok valamilyen szinten nyújtani. Ez a rendezvény az olimpia által képviselt értékekről is szól, legyen az a fair play, legyen az a ellenfél tisztelet, legyen az a küzdelem eljutni valahonnan valahová. Te mennyire tartod ezeket fontosnak? Igen, a küzdősport által, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy fair play küzdelmek legyenek, tehát igazságos, és ne legyenek, tehát csalások akár, mellette nagyon fontos a tisztelet, az ellenfelet tiszteljük. Ezeket a dolgokat én nagyon fontosnak találom, mivel az én sportomban ezek nélkül összetetlenek. Te egy Szabolcs vármegyei kis településre jutottál a párizsi olimpiai részvételig, most egy olyan iskolában tanítasz, ahol a diákok hasonló környezetből érkeznek legtöbbjük. Hogy látod az olimpia óta, vagy akár az előtt is, a te pályafutásod milyen inspirációt jelenthet nekik? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok diáknak, gyereknek valamilyen szinten motivációt tudok adni, ugyanis hátrányos helyzetű iskolába tanítok, és ugye én is hátrányos helyzetű voltam kisgyerekkoromban, és tudom, hogy milyen. Nem könnyű, hogyha nincs megfelelő támogatás. Ennek érdekében elindítottam egy dolgot, ami szerintem nagyon fog segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeken. Egy alapítványt fogunk megnyitni és alkotni, és nagyon bízom benne, hogy ennek az alapítványnak a segítségével fogok tudni a gyerekeknek segíteni. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki egy ilyen iskolából eljusson egy olimpiai részvételig? Te milyen utat jártál be? Milyen tulajdonságok kellettek ahhoz, hogy ott legyél Párizsban? Kisgyerekkorom óta ez volt az álmom, hogy olimpián részt vegyek és olimpián jó szerepeljek. Én úgy érzem, hogy mindkettő sikerült. Sajnálom, hogy érmet nem tudtam hazahozni, de nem vagyok csalódott, ugyanis
nem ez lett volna az első olimpiám, de ez volt. Nem az én hibám volt, ugye első olimpián pontszerző helynek, tehát már nem vagyok csalódott, meg ugye a világ legjobb 20 embere volt ott a súlycsoportban. Nagyon nehéz út, nagyon sok lemondással járt nekem, de legfőképpen a céltudatosság, én azt kiemelném, és az akaraterő. Mert ez nélkül a két fő, ez a két fő nélkül nem ment volna. Azt tudjuk, hogy visszamentél tanítani, ugye egy pici szüneteltetted a pályafutásodat az olimpia miatt. Mikor térhetsz vissza a ringbe? Elsősorban a vállaimat kell most helyre rakni. Ezen dolgozunk, hogy megfelelő állapotban tudjak lenni. Ha ez sikerült, akkor majd beszélünk erről, hogy mikor lesz, még egyelőre nem tudom, hogy mikor lesz a következő nagyobb verseny, nemzetközi verseny. Szeretném majd a profi karriert is építgetni, szeretnék abba is belekóstolni, mert ugye eddig az olimpia volt a célom, aztán majd meglátjuk. Voltak már itt a Kossuthban vendégek, olimpiai bajnokok, világbajnokok, most egy nyíregyházi olimpikon az ökölvívó Kovács Vihárd a vendég. Mi a tapasztalat, mennyire inspiratív a gyerekeknek egy-egy ilyen találkozás? Én úgy gondolom, és hiszem is, hogy inspirálja őket. Éppen a héten kaptam egy messenger üzenetet egy tavaly végzett diákunktól, aki most a közszolgálati egyetemen tanul, és írta nekem, hogy milyen nagy hatással voltak rá ezek az előadások. Már most keresi ott fenn az egyetemen a kapcsolatot az öttusázókkal, Gulyás Michellel beszélgetett, a birkózókkal, Losonci Dáviddal. Úgyhogy én azt hiszem, hogy vannak gyerekek, akiket ez meghat, és viszik tovább azt, amit tőlem hallottak, látták. Az iskola diákja volt a háromszoros olimpiai bajnok Balczó András. Ezen kívül mi az, amiért fontosnak tartjátok, hogy az olimpizmus eszméjét ápoljátok az iskolában? Ha azt mondom, hogy értékvesztett világban élünk, akkor szerintem nem mondok újat. Klasszikus példaként szoktam a gyerekeknek mondani, hogy inkább lelkesednek egy olyan TikTokos sztárért, aki leégeti a haját és ezzel szerez milliós követőket. De mögött nincs tartalom. Amit Ricsi véghez vitt Párizsban, vagy tavaly az Európa játékokon, a mögött van. Ő egy olyan srác, aki mélyről jött és nagyon magasra emelkedett, egyetemet végzett, tanít, példakép a gyerekeknek, úgyhogy ezt szerintem nem kell magyarázni. Ricsitől is megkérdeztem, hogy melyeket tart fontosnak az olimpia által képviselt eszmék közül, te melyeket tartod a legfontosabbaknak? A tiszteletet, a kiválóságra való törekvést, a barátságot, a fair play-t. Ugye beszélgettünk lent az ötkarikáról, hogy az is tulajdonképpen a barátságot szimbolizálja. Illetve az, hogyha valakit a teremtő megáldott tehetséggel, akkor az legyen vele alázatos és aknázza ki a benne lévő lehetőségeket. Elkezdte a bajnokságot az Akvese OB2-es felnőtt férfi vízilabda csapata. Hatvani Péter együttese két mérkőzés játszott hazai környezetben, és mind az Egertől, mind a Gödöllőtől vereséget szenvedett a nyitófordulóban. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kerettel álltunk bele ebbe a bajnoki szezonba a felnőtt csapattal. Augusztus eleje óta kezdtünk el komolyabban edzeni. Úgy volt, hogy 5 napos edzések voltak, illetve 2, ami kötelező volt, ez a szerda és a pénteki nap. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól alakulunk. Vannak még hiányosságok, viszont ezt majd javítani tudjuk a következő fordulónkra. A 2 mérkőzés játszottatok egy nap alatt, az Egerrel és a Gödöllővel mértétek össze a tudásukat. Mindkét meccsen az ellenfél győzött, de mégis mi az, amivel elégedett voltál? Az első mérkőzésünk után volt egy kis lámpalázunk, és ez miatt le is blokkoltunk, csalódottak is voltunk a mérkőzés végét illetően, viszont a 2 meccs között nagyon jól összeszedtük magunkat, nagyon sokat beszéltünk, illetve rendeztük a taktikánkat, így a következő meccsünkre egy nagyon jó összecsapást játszottunk, egy igazi közönség szórakoztató mérkőzés volt nagyon sok góllal. Én azt gondolom, hogy a Gödöllő egy nagyon esélyes csapat az OB2 megnyerésére, és ahhoz képest, hogy milyen játékerőt képviseltek, ugye mi a kevesebb edzéssel, illetve az összeszokottság kisebb hiánya miatt, attól függetlenül egy nagyon erős mérkőzésen vagyunk túl. Amatőr játékosokról van szó, hogy a munkatanulás mellett pólóznak a srácok, nem sok, 2 meccs egy nap alatt, vagy egy délután? Igen, ugye a tornarendszerben működik ez az OB2-es bajnoki szezon. Igen, egy kicsit soknak tűnt, viszont nagyon jó volt a 2 meccs közötti szünet, és nagyon jó volt a pihenésünk, így azért látszódott a srácokon, hogy felispörögtek, illetve a végére azért a fáradtság jele is megjelentek rajtuk. Nagyon jó hangulat volt, elég sok néző volt, számítottatok rá?
Én őszintén megmondom, hogy nem számítottam ennyi nézőre. Nagyon örülünk neki, és nagyon örülünk annak is, hogy ilyen nagy tömeget tudtunk megmozgatni egy vízilabda mérkőzésre, ami országos szinten is ritka számba megy szerintem. Egy kicsit azért rányomta a bélyegét az első meccsen ez a csapatra, azonban a második meccsre inkább pozitívan hatott. Kik vannak még a Gödöllőn és az Egri csapaton kívül ellenfelek ebben a csoportban? A Gödöllőn és az Egri csapaton kívül még az Aquatix, illetve a Meapc, valamint az Invictus csapata van még ebbe a csoportba. Ez egy nagyon erős csoport, hiszen az elmúlt bajnokságban az első négy helyezett közül kettő csapat is itt szerepel, és ugye nagyon jó, fel kell készülnünk mindegyik összecsapásunkra, hiszen szoros és kemény mérkőzések várnak majd ránk. Mondtad, hogy tornarendszerbe bonyolítják a bajnokságot, hol lesz, mikor lesz ki ellen a következő forduló? A következő fordulónk majd Miskolcon lesz, ugyanúgy két mérkőzést fogunk játszani. Egy a Meavc ellen lesz, illetve az Aquatix csapata ellen, aki ugyanúgy miskolci csapat. Ők a keményebb ellenfél, és szeretnénk majd egy meglepetést okozni, hiszen ők voltak a tavalyi negyedik helyezett csapat. Szeretnénk megmutatni magunkat, hogy igenis van bennünk potenciál, illetve esélyesek vagyunk a győzelemre. Hogy néz ki majd a bajnoki folytatás, mikor láthatja legközelebb a nyíregyházi közönség a csapatot? A jelen pillanatban úgy működünk, hogy szét van osztva a forduló az alapszakaszba, tehát mindegyik csapat rendez egy fordulót, utána a középszakaszban is lehet egy fordulót rendeznünk, illetve a rájátszásban is. Ez még a jövő zenéje, mindenféleképpen szeretnénk majd egy fordulót még rendezni, hiszen a közönségen is látszódott, hogy érdeklődik az esemény után. Nyíregyházán tartott élménybeszámoló Gémesi család a kardvívó elégedetten egyéni szereplésével, de a csapatban szerzett ezüstéremmel boldogan tért haza a párizsi olimpiáról. Az Európai Sporthét keretében szervezett rendezvényen vagy itt vendég Nyíregyházán. Mennyien megkeresés, vagy hasonló megkeresés kapta az olimpia óta? Volt egy pár, az biztos, talán nem is tudnám összeszámolni most így hirtelenjében. Szerencsére az augusztusom az inkább pihenősebb volt, de ahogy elindult a szeptember, úgy ezek a meghívások is sűrűsödtek. Mi csak a tévében követtük nyomon az olimpiát, hát gondolom sokszor elmondtad már, hogy milyen volt számodra ez a párizsi ötkarikás játékok. Ugye volt egy egyéni verseny, volt egy csapatverseny, picit mintha hullámvasúton lettél volna, te hogy élted meg? Pontosan így, egy ilyen hullámvasútként nagyon nagy tervekkel érkeztem Párizsba az első egyéni olimpiámra, hiszen Tokióban csak csapatban tudtam indulni. És ez végül is egy nagy csalódással ért véget, nem sikerült elérnem a célomat. És hát volt néhány napom arra, hogy a csapatversenyre a megfelelő állapotba, mentális állapotba hozzam magamat, meg a csapattársaimmal együtt, akik szintén csalódásként élték meg az egyéni versenyt, de azt hiszem, ez sikerült végül. Szerintem mindenki nagyon jól teljesített a csapatversenyen, úgy, ahogy elvártuk azt magunktól, és ennek meg is lett a gyümölcse. Az üstéremmel zártatok, az arany volt talán célkeresztben, ez azt jelenti, hogy a következő négy évre maradt motiváció? Igen, az arany végül nem sikerült. Én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon boldogok voltunk és vagyunk is az ezüstéremmel. Igazából az aranyére még hiányzik az én kollekciómból, úgyhogy tényleg lehet mondani, de egyelőre még nem tervezek Los Angelesig, az azért négy év még egy kicsit soknak tűnik most, de ki tudja, kicsi lépésekkel haladva elképzelhet, hogy elérek odáig. Meddig tervezel, mikor kezded el újra az edzéseket? Az edzéseket most már jövő héten el fogom kezdeni, a versenyzéssel még egy kicsit várok. A családom azért sokat hiányolt engem az utóbbi hónapokban, években, úgyhogy kell egy kis közös idő, amikor nem kezdek már októberben utazni versenyekre. Úgyhogy januárban fogok elkezdeni versenyezni, de edzeni azért el kell már kezdeni. Ez a rendezvény a vívásról, a vívás népszerűsítéséről szól, minden bizonyos sok gyerek lesz itt. Te mivel tudnál kedvet csinálni a gyerekeknek és a szülőknek, hiszen általában ők döntenek legalábbis az elején, hogy milyen sportágot próbáljon ki a gyerek. Téged mi vitt le a vívóterembe? Én egy kicsit speciális vagyok ebből a szempontból, mert engem a család vitt le, mert az egész család vívó család nálunk. Ennek ellenére nagyon sok olyan dolog van, ami miatt tudom ajánlani a vívást. Én nagyon sokat kaptam a vívástól. Nagyon sok mindenre megtanított. Megtanított az önálló döntések meghozatalára. Gyorsan, jól kell dönteni a vívásban, és ezeket gyakoroljuk nap mint nap. És ez van a való életben is. Mindig,
minden nap, minden percében szinte döntéseket kell hoznunk, és a vívás ebben nagyon sokat segít, és emellett a fegyelmezettséget is szintén nagyon erősen megtanítja. Én ezt a kettőt emelném ki leginkább. És talán a szülők számára az is fontos, hogy ez egy olyan közeg, ahol azért mindenki igyekszik nem csak a pástól, hanem a civil életben is előrébb jutni. Ez így van, mindig mondják, hogy a vívás egy ilyen úri sport, meg olyan készségek kellenek hozzá, hogy túl kell járni az ellenfél eszén, tehát hogy okosnak kell lenni, ezt szokták mondani. És tényleg úgy van, hogy a vívó válogatottakban, ahogy körbenézünk, teli van diplomás emberekkel, és mindenki úgy gondolkozik a vívás mellett, hogy építi mellett az egyéb karrierjét is, a civil karrierjét, iskolába jár, vagy esetleg más irányt talál magának, és ez tényleg nagyon hasznos dolog. Amikor a párizsi paralimpia előtt beszélgettünk, azt mondtad, hogy nem tűzöl ki konkrét célt. Ha kihozod magadból a legtöbbet, a legjobbat, elégedett leszel, végül hetedikén zártál, hogyan élted meg azokat a napokat? Igen, ez így van, és most már elégedett vagyok, már kezdek elégedett lenni. Akkor nagyon el voltam szomorodva, mert olyan ellenfélek kerültem össze a franciával a végaszágon, akit eddig mindig vertem, csak sajnos lejtett a pálya, és ezt tapasztaltuk is. Jól vívtam végig, tehát ott voltam fejben is és testben is. Az edzőm is Béla is azt mondta, hogy ez szinte nem rajtam múlt. Hogyan nézett ki a dobogós helyezések sorrendje, volt a meglepetés? Nem igazán volt meglepetés, tehát az nyerte meg, aki Tokióban is megnyerte a paralimpiát 4 évvel ezelőtt, a kínai Feng, akitől ki is kaptam, és össze is kerültem vele a 4 közé jutásért. Egész szoros asszót vívtam vele, tehát tartottam a lépést. Hogy néz ki a folytatás? Gondolom, most pihensz egy picit, de megmaradt a motiváció? Igen, most a pihenés a főszerep, tehát ki kell pihenni, mind mentálisan, mind fizikálisan, ezért ezt az egészet úgy érzem, és igazán lefárasztott az egész. Most pihenek, majd meglátjuk utána, hogy mikor tudok majd úgy formába lendülni, és akkor készülünk a következő megmérettetésre. Vasárnap elkezdi a bajnokságot az amatőr NB1-ben a Zsiráfok Kosársoli Nyíregyháza. Farkasinszky Gyuláni együttese délután 12:30 kezdéssel a Szolnokot fogadja a Szent Imre Gimnázium csarnokában. A felkészülésünkkel semmi gond és probléma nem volt. Ezek a lányok, akik itt vannak nálunk, azok nagyon keményen dolgoznak. Ugye nagyon tartalmas augusztus van mögöttünk, főleg azért, mert ugye itt a csapatnak a nagy részét az utánpótláskorú játékosok fogják adni. Márpedig nekik ugye előselejtezőzni kellett, és az a komoly 5 felnőtt játékosunk van. Ők viszont szolidárisan végdolgozták az egész nyarat a kisebbekkel, tehát rutinról is beszélhetünk, mert ugye itt az Orsi személyében ugye most ő végcsinált egy teljes alapozást, mert szükségünk van rá, hogy a fiatalokat segítse abban, hogy a pálya minél jobb eredményt tudjunk elérni. A Karakó Dorina ugye az a stabil tagja a csapatunknak, ehhez a Lizák Kitty tért vissza hozzánk, aki ugye szülés után a Bácskai Eszter maradt meg, és van egy lány, aki itt tanul Nyíregyházán, a Onaka Renáta, és ez a magnus. Ehhez fogjuk hozzátenni a juniorokat és a kadetteket, hogy annak megfelelően kell őket megbontanunk, hogy senki ne kapjon túl nagy terhelést. Ez nem egy egyszerű dolog lesz ebben az évben, de azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk majd. A fehér csoportban szerepel majd a csapat. Milyen elvek alapján kaptatok ide besorolást, és kik az ellenfelek? A területi elv alapján lett most ez a besorolás. Most is igazából az, hogy most közeli csapat, a Debrecen van egyedül, aki közeli csapat lenne. Ehhez jött egy új csapat, a Tiszakécske. Várjuk, hogy milyen játékerőt fog képviselni. Ugye ezen a területen maradt a Szolnok, a Kecskemét és a Szeged, és ehhez kaptunk 3 budapesti csapatot, az Elta Fortis, az MTK TFS-ének az U23-as csapatát. Összesen 9-en vagyunk ebben a csoportban, meglátjuk ebből az első 4, az aki a piros csoporttal fog keresztbe játszani. Itt ugye az a kérdés, hogy ez mennyire lesz jó, vagy mennyire nem. Ugye kevés az olyan játékos a mi csapatunkban, aki ugye rutinnal rendelkezne. Nem tudjuk, hogy a fiatalok ezt hogy fogják venni, ezeket az akadályokat, de bízunk benne, hogy nem lesz ezzel se gond és probléma.
vasárnap hazai pályán kezditek a bajnokságot, ki ellen és milyen esélyekkel? A Szolnok ellen kezdünk, ugye ő az előző években aránylag csak utánpótlásra játékosokra támaszkodott, de most ő is hívott vissza idősebb játékosokat, hogy ő ugyanúgy segítsék a fiatalok munkáját. Nagyon remélem, hogy azért a mi rutinunk és a mi játékerünk ez jobb lesz. Én mindenféleképpen győzelemre számítok. Reméljük, hogy ez így is lesz. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.